hat főzzek ma magamnak, férfiak a konyhában, a bográcsnál, és úgy egyáltalán a gasztronómiában, ez a mai Kanizsa Café témája. Gazdag Attilával, Szabadíj Zoltánnal és Balogh Lászlóval, szervusztok, köszönöm szervusztok. Szépen, hogy itt vagytok. Na, ki az, aki főz, akármilyen rendszerességgel is? Én sütök, főzök, mosok, takarítok. Ó! Abszolút, abszolút szoktam. Tehát a bográcsozás, grillezés, tárcsázás, meg mindenféle gyakorlatilag már tradicionálisan hozzám tartozik. Emellett még tortákat is, születésnapi tortákat is én szoktam általában elkészíteni. Mindig azt szoktam mondani, hogy séfnek készültem, és így lettem faipari technikus. Gyakorlatilag akkoriban pont egy-két pont kellett volna, tehát nagyon szigorúak voltak a felvételi követelmények, és hát nem tudtam volna teljesíteni, és ugye az miatt. Na mindegy, nem is ez a lényeg, tehát nagyon szeretek gyerekkorom óta főzök. Most volt ugye az egyesületünknek, illetve a csillagvizsgálónak az 5 éves nyitása, hogy 5 éve megnyitottuk, és ezt meg is ünnepeltük egy tradicionális Nae bogrács gulyással, a Nagykanizsa Amatőr Csillagász Egyesület képviseletében ezt minden évben én szoktam elkészíteni, illetve tárcsán sütöttünk ezt azt, tehát gyakorlatilag nekem abszolút nem idegen, és nagyon szeretem. Meg hát meg tudom találni azt az ízvilágot, hogy mindenkinek kedvébe járjon az ember, és akkor ez már olyan megszokott, hogyha jön az Attila, akkor főzni, akkor nem kell. Hát nekem tradicionálisan az ellenkezője az igaz, de mint azt hiszem, hogy rám néztek, akkor látjátok, hogy szeretem az ételt és a jó bort is, de főzni sajnos nem tudok, nem is szerettem soha egyébként. Egyetlen egyszer ezelőtt 8-9 évvel lettem, azt hiszem egyetlen egy próbálkozás erejéig szakács, amikor a szomszédoknak azt mondta, hogy most pedig én fogok gulyást csinálni, pörköltet, bocsánat, már még ezt is keverem, pörköltet, de megmutatom, hogy kell gyorsan. Ugye sajnos az én életmódom, aki ismer, azt tudja, hogy én nagyon gyorsan szeretek mindent elintézni, és nagyon idegesített, hogy miért kell 3-4 órákat főzni. Vagyis mondtam, hogy most mindenki átjön hozzám, gyerekek, és én fogok csinálni vadpörköltet. És feltettem, alágyújtottam, egy olyan 30 percet elkészítettem a pörköltet. Ezt nem mondod, de Isten bizony, kitettük. A feleségem hátul kuncogott, mert ő gondolom erre várt, hogy most az egyszer majd lássam, hogy ez nem így van, és fölösleges nekem itt mindig beleszólnom, hogy miért ilyen lassan megy a főzés. Majd beletettem a kanat, és én nem tudtam, hogy keverni is kell, meg ugye ilyesmit, és odaégettem, mint a fene. Úgyhogy zsíros kenyérlet hagymával. Tehát körülbelül mondjuk a főzési tudomány, amit kimerül. Viszont enni bármikor. Tehát Attila, ha neked szükséged van előkóstolóra, utókóstolóra, a megmaradt ételek megétele, akkor nekem szólhatsz. Csatlakozom az előttem szólóhoz, azzal együtt, hogy végig pörgetem eddig életemet. 2 főző élményem van, és hadd legyek erre büszke most. Egyszer emlékszem még egyetemista koromban, a feleségemnek, aki kicsit beteg volt éppen, sütöttem, vagy főztem, csirke májból pörköltet. De hát, hogy csináltam? Én vásároltam minden hozzávalót, 1 kiló csirke májat, bedobtam a fazékba. Tehát végül is jó lett a végén. Judit nem sokat evett belőle, én nekem íz lett, tehát, és aztán abban maradt. Tehát többet nem mertem főzni. Kivéve az utolsó időszakot, mert mostanában azt csinálom, rászoktam a pecázásra nyaranként, horgászom, és nagyon jó vagyok ilyen kis tenyérnyi piros szárnyú keszegekben, meg kis kárászokban, be a mélyhűtőbe, hozom haza télire, és most már 2-szer megcsináltam, nagyon büszke vagyok rá, hogy a karácsony előtti utolsó nap az iskolában, tehát beírdalom, és 100-100 kis halat már 2-szer is sütöttem, és megkínáltam az összes kollégámat, akiknek ízlett. Akkor jött az a sok mentő, arra emlékszem, hogy vitték el a kollégáidat. Szóval, tehát horgászni, ha nem is tudom megtanítani a kollégáimat, de most 2 éven keresztül, és hát ha összejön 3. évben is, mert van a mélyhűtőben hal. Szóval így próbálok klasszikus férfi szerepben lenni, nem tudom, hogy most... Hogy... Na igen, ez az alapkérdés, innen indultunk, hogy ez klasszikus férfi szerepe, hogy ha nem is a mindennapokban és a mindennapos főzésben, mert az még azt hiszem a magyar társadalomban mindig inkább hagyományosan a nő az asszony dolga, de van egy olyan, lehet, hogy sztereotípia, hogy a férfinak meg jól áll mondjuk a bogrács. Vagy éppen a tárcsán sütés, mert azt meg a nők csinálják talán kevésbé.
Azért, ha a szerkesztők megengedik, én kíváncsi lennék, hogy mert mi hárman elmondtuk, hogy ehhez hogyan állunk, de te, aki a kérdéseket fölteszed, te hogy állsz a főzéshez? Nagyszerűen. Én azt hiszem, hogy 9 éves koromban készítettem az első ételem, borzalmasan rossz volt, valamilyen főzel, édesanyám éppen beteg volt, és én valamivel meg akartam lepni és kedveskedni neki, és valami bab, vagy zöld bab, vagy valami ilyen főzeléket, de a rántást kihagytam belőle, de öntöttem én bele tejet, joghurt, amit úgy láttam, hogy úgy szoktak csinálni, és én azóta ezt a konyhai harcot, ezt nagyjából leadtam és befejeztem, de bográcsban, tárcsán azt viszonylag rendszeresen, jó kis vadpörköltet, azt én nagyon szeretem. És az a baj, hogy mire az ember megfőzi, nem 30 perc alatt, tehát én azért órákon keresztül főzöm, mire az ember megfőzi, vagy legalábbis én úgy vagyok vele, én annyira megtelek, hogy viszont a saját főztömből csak ritkán eszek. Így aztán elfogadom, hogy mások dicsérnek, mert nekik meg ugye az a feladatuk. Igen. Mondjuk én már megszoktam, hogy gyakorlatilag már tényleg így kérdezik, hogy és akkor hogy csinál. Tehát tényleg gondolomformán ez az. Tehát, hogy nem lehet ezt így elmondani. Tehát nagyon sokan jönnek hozzánk így csillagász barátok, és akkor mindig mondom, hát akkor csináljunk valami kis zalait, valami kis dödöllét, megsütjük tárcsa, megpirítjuk, stb. És akkor az ugye mindenki jön az egy tál dödöllet, tehát mindenki ismeri a mondókát, de hát nem látta személyesen még a dödöllét, ugye hát mi azért itt a Zalában azért pontosan jól tudjuk itt Kanizsán, hogy miről is van szó. De és akkor kérdezik, hogy hogy kell csinálni. Hát mondom, hát ez sok mindentől függ, ezt így nem lehet ezt így elmondani, hogy hogy kell csinálni. Tehát mondom, hát gondolom formán a krumpli, az sem mindegy, milyen a krumpli, mikor csinálod, mennyi liszt, milyen a liszt, stb. És akkor ő... De hát de én nem, most pont próbáltam felidézni, hogy mikor kezdtem el főzni vagy sütni, de nem tudom, mert szóval én gyerekkorom óta már kuktáskodtam édesanyám mellett. Tényleg hát a legfőbb feladatomnak azt véltem már abban az időben, hogy kinyalni a süteményes tálat, tehát hogy még mikor még nem volt megsütve. Ez egy fontos feladat, az mai napig tradicionálisan adom oda a gyerekeknek, hogy hát legalább. De mondjuk a legkisebbik fiam az tényleg az lelkes főző. Biztos, hogy jól fog főzni, ugyanis még alig tudott totyogni, és éppen pálinkát főztem, és az is egy főzés, mégis a bográcsolás, hogyha akárhogy is nézzük, és jön be, hogy apa, pohár. Nem pohár, mondom, milyen pohár, és akkor nézem, és akkor mondom, jaj, a poharat nem raktam alá, mert az elején el kell venni az előpárat, és oda rakta. Ja, tehát magyarul ő figyelmeztetett, igen, és hogy oda is az raktam, hiányzik. Mondta, hogy fater, ilyen gyerek nyelven ugye, hogy hát fater jobban figyelj oda, de segítek, ha kell. Úgyhogy szerintem ő benne is benn van a főzés tudása, de hát igazából az összes gyerekemet megfertőztem így, tehát a nagylány az már tényleg ügyesen főz, tehát már most megkérdeztem, mi lesz a menü, mire mit végzünk, tehát hogy ebédidőre, hogy mégis, hogy mit lehet majd megenni, és gyakorlatilag hát ő elmondta, hogy ez meg ez lesz volt, tehát jó, úgyhogy. Azon gondolkodtam, hogy hova köthető a női férfi principiumhoz a főzni tudás. Azt gondolom, hogy kell biztosan hozzá kreativitás, és mondjuk a fűszerezés bátorsága. Valószínűleg ebben a férfiak jobbak, mondják. Még ezt mondják, hogy bátorban, pedig hát nem biztos. Jó, de bizonyos, hogy klasszikus jó sütő-főző szerep az a fajta anyai érzékenység és finomság, amihez viszont lehet, hogy a nők tudnak többet hozzáadni. Tehát azt hiszem, hogy lehet persze itt séfeket emlegetni, de megegyezhetünk abban, hogy mind a két, a férfi és a női principiumhoz is hozzá tartozhat a jó sütés-főzés, hogy kiből válik aztán jó szakács otthon, vagy a saját környezetében. Szerintem abban érdekes lehet az, hogy a saját környezetben van-e jó szakács, anya, anyós, feleség, lányok. Én mindegyikkel rendelkezem, úgyhogy akik jól csinálják ezt, úgyhogy én megmaradtam a magam evő-ivó szintjén, amit szívesen csinálok, és ezzel együtt az egy lényegi dolog az evés-ivásban, hogy ez egy klasszikus, sok évszázad hagyományával átitatott szertartás, amely akár Magyarországon ugye hungarikum is lehet, és a szertartások lényegéhez meg az ünnep az hozzátartozik, ezért jó néha belekapcsolódni, akár élvezőként, meg talán úgy is, hogy én nálam az tudatos volt, az előbbi felsorolásomból hiányzik, és szeretnék arra büszke lenni, hogy azért minden nyáron egyszer, annanapon,
tárcsán, szintén csak halat, mert ahhoz, ahhoz értek legfeljebb, azt előadom, és akkor hívom a szomszédokat is, és erre olyan büszke vagyok, hogy ez egy évre megadja a férfiúi önbecsülésemet ilyen szempontból. Meg a felmentést. Meg a felmentést. A szerepekre egyébként azt gondolom én is, hogy az butaság lenne azt gondolni, mama, hogy egy nő vagy egy férfi, kinek szerep, kinek illik elmosogatni, kinek illik előkért, kinek illik megfőzni. Én is azt gondolom, hogy ez régen, ha így is voltak, is butaság volt. Nálunk Zolika fiam nagyon ügyes, ő nagyon sokat főz egész nyáron egy konyhában, segített a szakásnak, és tényleg nagyon érdekli. A többi fiamat egyébként nem nagyon érdekli, ők hozzám csatlakozva esznek, isznak, de az biztos, hogy az is nagyon érdekes, hogy milyen égtárról, vagy milyen nemzetiségnek eszed a kaját, hiszen én magam sváb vagyok, és én a sváb ételekhez szoktam, amíg fiatal voltam, feleségem ugye horvát, és hát az ő megismerkedés után rengeteg horvát nemzetiségű ételt eszünk. De gasztronómiában nincs vita köztetek, mert az a kettő nincs. Azért nyomokban sem hasonlít. Igen, és azt akartam, hogy nem fogytam le, tehát valahogy úgy, hogy amióta megismertem, csak hízom, tehát valószínűleg a sváb és a horvát kaják azok nagyon finomak, én imádok enni, és de nagyon elismerem, és az nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, hogy te ugyanazt gondolod ebben, mint én, hogy meg te is, hogy lehet, hogy nem főzünk, nem tudunk főzni, de egyébként annak a munkáját, aki főz, legyen az fiú, gyermek, édesanyja, anya, anyós, azt azért mindig nagyon ismerik. És én soha nem kritizálom egyébként, akkor kevesebbet teszem, hogyha nem ízlik, de nagyon fontos az a munka, amit végeztek. Hát egy ilyen csillagász találkozón, szokott lenni ilyen országos távcsős találkozó, már hagyomány az, hogy van az országból tényleg ilyen nagyon szanaszélye, tehát Nyíregyházától kezdve Szeged, Paks, tehát az egész ország minden területéről összejövünk, és akkor ugye sátrakat szépen egybefordítjuk, és gyakorlatilag az asztró találkozót egy gasztró találkozóvá fokozzuk, és minden nap megvan, hogy éppen melyik csapat főz. Tehát akár legyen szegedi halászlé, nyírségi, ez az amaz, és akkor megkóstolgatjuk, hogy ki mit csinál. Például mondjuk múltkor egy pálinkás találkozón az egyik barátom bajai, és ő mondta, hogy bajai halászlét fog hozni. Vagy ő fogja elkészíteni. És annyira korrekt volt, még a vizet is bajára hoztam. Mondtam, hogy itt meghajlok, mondom, hogy egyszerűen nem volt hajlandó. De ő akkor erre készült? Ugyanahogy kell csinálni, de még a vizet is hozta. Tehát nem volt neki jó. Azt mondta, hogy a bajai halászlébe bajai viszke. Úgyhogy... És ebben valószínűleg igaza is van. Teljesen biztos, hogy igaza volt, mert gyakorlatilag a kondél teljesen üres maradt. Ettetek-e már rosszat? Ne otthon, mert azért lehet, hogy a családban nézik a műsor, de ettetek-e már rosszat, és az érdekel, hogy ha igen, akkor mi a reakció? Hogyan illik mondjuk társaságban, vendégségben, vagy akár egy étteremben reagálni arra, hogyha valami nem jó? Mert hát még egy profi szakács is elronthat valamit, kaphatok én olyan ételt egy étterembe, ami éppen nem az én ízlésemnek megfelelő. Vendégségben, meg idézőjelben amatőr szakácsnál, meg aztán még inkább. Volt-e ilyen kalandja, élménye valakinek? Hát, nekem volt, igaz, hogy régen. A pacalt nagyon szeretem. Az egy kényes téma. Igen. Volt már olyan, hogy vacsorára, reggelire, ebédre is pacalt ettem, és emlékszem egyszer valahol az Alföldön voltam, pedig ott jól szokták csinálni a pacalt, katona koromban, és egy étteremben pacalt kértem természetes módon, és olyan furcsán, számomra furcsán, lehet, hogy tényleg a földrajzi determinizmus is ennyit számít még pár száz kilométerre is, tehát olyan pacalt szolgáltak fel, ami nem ízlett nekem a pacal evőnek, és hát akkor annyit csináltam, hogy tisztességből megkóstoltam egy kicsit, és egyszerűen nem volt gusztusom hozzá, ezt én közöltem is, de hát mivel más is történt még ott, kifizettem, de ez az egy ilyen élményem a pacallal kapcsolatban. Hál' Istennek egyébként meg elég gyakran jót eszem, még a menzán is. Hát egyébként nagyon érdekes, amit most mondtál, én ezért több gasztronómiai könyvet olvastam, vagy ahhoz kapcsolódó könyveket, és még nem olvastam sehol erről a témáról, amit te most mondtál. Hogy az embereknek mi a reakció egy étteremben, az anyósánál, a barátainál, és ez egy nagyon érdekes téma, ezt jó lenne levédened valahol, hogy erről majd te írjál könyvet, ha egyszer lesz egy valahol. Mert kell, hogy ennek legyen valami fajta kultúrája. És végig gondolva most én abszolút különbözően is reagálok. Tehát egy étteremben, és nagyon sokszor eszem étteremben, akár üzleti tárgyalás, akár egyéb esemény miatt, ha nem jó az étel, én
visszaküldöm. Tehát ott bennem a legkisebb mértékben nincsen semmiféle kontroll az ügyben, hogy most ez illik, nem illik. Odahívom a pincért, nyilván megpróbálok intelligensen, de határozottan kérni, hogy vagy cserélje ki, vagy nem fizetem ki. Viszont ha elmegyek egy vendégségben, ahol nem jó a kaja, ott nem szólok semmit, nyilván nem eszem meg, de otthon azért valószínű, hogy kibeszélem a családommal, hogy ez nagyon nem volt jó, és hogy ez nem. És máshogy viselkedem otthon, amikor a feleségem vagy anyósom főz, és mondjuk nagyon ritkán, de nyilván van, ami nem ízlik, ott azzal próbálom ezt megoldani, megkérem, hogy legközelebb inkább ezt ne főzze, és ott leállunk. Amúgy hasonló teljes mértékben. Tehát én nekem is volt már ilyen élményem étteremben, ahol mondtam, hogy hát ő köszi szépen, ezt egyrészt nem szabadott volna kihoznotok, másrészt nem így. Tehát egy halat nem tudtak megsütni, ami amúgy azért olyan egyértelmű, tehát azt tényleg azért meg lehet sütni. Neked is összejött, ugye, akkor tehát hogyha egy étteremben nem, tehát ugye az a baj, hogy egy étteremnek azért kellene annyi önkritikával rendelkezni, hogy mi az, amit ki merek szolgálni, és mi az, amit nem. Tehát, hogy legalább valami kontrollt belerakni. Hál' Istennek nagyon ritka ez tehát volt egy-kettő ilyen esetem, de nem gyakori, és hát ugye, ahogy te mondtad, tehát, hogy tényleg vendégségben, hogyha nem ízlik, akkor jó volt, akkor nem eszem meg. Aztán más téma, mondjuk, hogyha pálinkával kínálnak, mert megkérdezem, hogy mondható véleményt, vagy sem. Tehát, de egy ételni általában nem szoktam. Csak a jó. Olyan pozitív, hogy olyan gondolkodni kellett. Nehezen hoztuk össze a rossz élményt az étellel, itallal kapcsolatban, mert hogy egyébként kultúrája van szerintem az étel dicséretnek is, és hál' Istennek ezek szerint gyakrabban találkozunk azzal. És akkor egy történet, ha már így adomázunk. Még udvaroltam, a feleségemnek anyósom almáspitéje nagyon finom volt. Kihozta, és annyira ízlett, hogy hát úgy ösztönösen se szó se beszélt. Megettem az egész tál almáspitét. Ez azóta is családi történet, és emlegetik. Úgyhogy igen, tehát kultúrája van az ételnek, italnak, meg a vele való bánásnak. Szerintem ebben mi elég jók vagyunk. Tehát ez a sok fesztivál az egész országban, ahol most már mindenki megtalálta a maga sajátos jellemzőjét, amire büszke lehet. Ez is azt mutatja, hogy ez a kultúra annyira mélyen belénk van ivódva, sok évszázados kultúra ez, egyébként ezért is a legnehezebb változtatni rajta, tehát mondjuk egy menza program ezért tud nagyon nehezen előbbre lépni, mert itt reflexeinkben, még az ízlelő bimbóink edzettségében is egy sok évszázados edzés működik, azzal együtt, hogy a nemzetiségi sokszínűséggel, de maradjunk a magyar értékeknél, a hungarikumoknál, azért az jó érzés, és akkor visszakanyarodom az elejére, hogy minden tája a Kárpát-medencének bír olyan karakterisztikumokkal, amire az ott lakók büszkék lehetnek, és az arra járók, a turisták, pedig kíváncsisággal tekinthetnek, mert ez egy igazi turista attitűd, hogyha megyünk valahová, akkor azt tesszük, amit ott főznek. Nem tudom, hogy van-e még idő, egy gyors dolgot azért ezzel is hozzátennék, és egy abszolút kapcsolódik, de egy picit eltér, hogy azért a veszélyeire is föl kell hívni a figyelmet, és nyilván annak, aki ezt profi műveli, annak azt gondolom a zsigereiben van, nekünk, aki a másik oldalon ül, azért sok mindenbe belefuthatunk. Ez személyes történet, az egyik fiam majd kétszer kellett életveszélyes állapotból menteni, mégpedig azért, mert az ötödik íz nevű nátriumglutamát egyébként általános ételízesítővel szórt kaját evett. És ha beperelnek, vállalom a kínai éttermeket, de a kínai éttermekben ugye só helyett teszik a húsra. Tehát én azt gondolom, hogy azért annak a felelőssége, hogy valaki meghívja a barátait, a munkatársait, a csillagászokat, a riportereket, mert remélem, hogy te is meghívod a kollégáidat egy évben egyszer, és te főzöl tárcsán nekik, és annak a felelőssége... Még erre nem volt példa, de most elszólítottál, elgondolkodom. Igen, hogy mivel fűszerez, amit ugye te mondtál, hogy mennyit tesz rá, mert nagyon hamar a mai gyermekeknél is, meg hogy mit. Szóval azért azt gondolom, hogy az élvezet, az intelligencia, sok minden mellett azért ennek a felelősségéről is beszélünk. Én általában, amikor ilyen bográcsos ételeket készítek, akkor alapvető dolog, hogy
ragaszkodok a gyökerekhez, és az ősiességhez. Tehát nem használok olívaolajat, meg ilyen nátrium glutamátos édesítőszer. Hát van sárgarépa, zöldség, petrezselyem, és akkor kérdezik, hogy hova tűnt, ha mondom, szétfőtt. Na azt érz, az a finom. Nem az, hogy beleraktam ilyen porokat, meg mindenféle túrót, hanem ami tényleg, ami természetes. Tehát én azt vallom, hogy a magyar embereknek az az egészséges, amit genetikailag az ősatyáinktól örököltünk. Tehát azokat tudjuk jól feldolgozni, azokat szeretjük. Most meg visszatérve kicsit a bográzás, ugye maga a férfias téma, hogy most nagyon divat a kemencé. Tehát ugye sok kemence épül, és a férfi emberek ott sütnek. És milyen érdekes, hogy régen a nőknek a dolga volt ez, ugye hát ez teljesen egyértelmű volt. Ez viszont föltétlenül megváltozott. Ez abszolút megváltozott. Azért mondom, hogy a konyha az ugyanúgy megmaradt a hölgyek részére jobbára. Szerintem kint a szabad tűz az megint más. De és ha belegondolunk, a szabad tüzes bográcsozás is, ugye ott van a juhászok, tehát kint voltak, tehát tényleg valóban van kötődés, tehát hogy van oka, hogy miért a férfiak bográcsoztak, hiszen ők voltak rákényszerülve, hogy kint a szabadba készítsék az étkeiket. Így gondolom innen ered, viszont a kemencén most így megfordult a történet, hogyha azt nézzük, hogy azért legyen ott egy bogrács, meg egy kemence, jó, ha van, és ott már abszolút tényleg nem nagyon van olyan hölgyismerősöm, aki mondjuk kemencébe süt. Még hogyha esetleg bográcsba, hát az se nagyon, tehát inkább otthon. Tehát. Annyira kíváncsi vagyok így a műsor vége felé közeledve a véleményetekre. Azt már megbeszéltük, hogy mi a kultúrája annak, hogyha valami nem ízlik, hogyan jelezzük különféle helyszíneken. De a ti praxisotokban mi a gyakorlata a dicséretnek, az elismerésnek a otthon, és mondjuk B egy vendéglátóhelyen? Mert ahogy elnézem az embereket vendéglátóhelyen, azért nagyon sokan sután viselkednek. Tehát nem vagyunk tisztában alapvető kvázi társasági illemtani szabályokkal, nem nagyon tudjuk ezt a jár-e a 10% vagy 10% jár-e borra valóként, meg olyan viszonylag tisztázatlan ez sokak számára, hogy mondjuk egy vendéglátóhelyen, ha valami ízlik, tetszik, jó a kiszolgálás, jó az étel, jó a bor, akkor azt hogyan honoráljuk? Még erre van pár percünk, mindenkinek a saját gyakorlata. Én szolgáltatásban dolgozok ma, amióta az eszemet tudom, vagy hát amióta dolgozok, tehát pontosan tudom, hogyha elmegyek egy helyre, ahol szolgáltatást kapok, kvázi egy étterem, és ott meg vagyok elégedve mind a kiszolgálással, mind az étellel, akkor azt egyrészt honorálni fogom természetesen, mint borravalóba, másrészt hát a magának a pincének, vagy aki oda, és megmondom, hogy hát igen, ez finom volt, köszönöm. Élmény volt. Most például legutoljára egy halászcsárdába ettünk, túrós csuszával, harcsapaprikás, ilyen frankót, meg is mondtam, hogy ez vitt a pálmát. Nálunk ez egyenesen elválik. Otthon egyértelműen, ha finom, akkor azt szóban verbálisan elmondjuk fiúkkal, és nálunk egyedül a vacsora az, amikor együtt van a család, ez viszont azért egy héten ötször legalább ragaszkodunk, és a végén, ha finom, megdicsérjük. Én egyébként mindig kezet csókolok akkor a feleségemnek, bármilyen marad is ez a dolog. A fiúk meg puszit adnak neki, ha nagyon finom, de mondjuk ez elég sűrűn azért előfordul. Egy étteremben azt gondolom, hogy egyrészt igen, így kell kifejezni. Én mostanában, ahogy egyre idősebb vagyok, kiszoktam hívni, ha nagyon finom, kiszoktam hívni a séfet, a pincét, és szóban elmondom neki a dicséretet. Szóban a dicséret az azt hiszem egyértelmű, hogy ingyen is van és mehet, és ezt gyakoroljuk is, és jó néha pozitívnak lenni, minél többet kéne pozitívnak lenni. Az étterembe vissza is lehet menni, az is egyfajta dicséret. Igen. És elszégyentem egy kicsit magamat, hogy otthon dicsérem eléggé a családomat, akik elhalmoznak mindenféle jóval. Ezen beszélgetés után biztosan még jobban fogom dicsérni őket. Már ez a haszna is megvolt ennek a beszélgetésnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Aki főz, az nyilván folytatni fogja. Mi meg, akik leginkább csak fogyasztjuk, szerintem mi is folytatni fogjuk, és akkor így lesz kerek, és rendben a világ. Önöknek is jó étvágyat odahaza a vacsorához, ha még előtte vannak. Holnap várjuk ismét önöket, viszontlátásra.